Jó napot kívánok, én Kovács József vagyok, a Kirkosz Havajt nem vezetője. Ha az első csakra túl gyenge, akkor ezek az emberek olyanok, mintha nem is itt élnének ebben a világban. Önk is gyengécske az akaratuk, a testfelépítésük is gyenge, a hangjuk is gyenge, a csontozatok olyan kis gyenguci, az étvágyuk is gyenge, keveset esznek, keveset isznak. Itt a vízre gondoltam. Tehát ők állandóan úgy gondolják, hogy a világ nem egészen jó, nem egészséges, ővelük nem igazságos, hogy a világ ő hozzájuk gonosz, hogy a világ úgy általában nem jó. Miközben csak ő neki működik úgy gyengén az első csakrája. Ők állandóan azt gondolják, hogy ők áldozatok, állandóan pszichológushoz járnak, parapszichológushoz járnak, mint áldozatok. Hát mi megjavítjuk őket, semmi gond, de hát minden változik. Nem lehet egy embert egyszer megjavítani, aztán örökké úgy marad, hiszen az ember egy dinamikusan változó struktúra, amelyben van információ, energia, stb. Tehát az ember állandóan változik, tehát periódikusan bizony ezeket az embereket vissza kell téríteni ide a fizikai világba, javítani kell őket, hogy jobban érezzék magukat. Tehát ők nehezen fogják fel a tényeket, az olyan tényeket, fizikai tényeket, amiket az emberek többsége rendesen felfog. Mi okozhatja még az ő csakrájuknak a legyengülését? Hát a túlzott alkoholizmus, a cigarettázás, a kábítószerezés, vagy a betegségek, a fizikai túlterhelések, bármi furcsa a szellemi túlterhelések is. Tehát lehetőleg vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk ő rájuk is, hogy minél kevesebb problémájuk legyen. Hát emeljük meg az első csakrájukat. Hogyan tudjuk növelni a csakrákat? Nagyon egyszerűen. Itt a Kirkó Szabad Egyetemen ezt kérem szépen tanuljuk. Ezt is, meg sok minden mást is. Köszönöm, ha tetszett a videóm, lájkolják. A viszontlátásra!